Piaci méretű, akár 3 kilós pontyok is kerültek az állami vizekbe a napokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Bodrog és a Tisza mellett a kisebb folyókba és holtágakba is jutott a több mint 800 millió forintnyi felvásárolt halból. Gyakorlatilag ez a magyar állam beavatkozása volt a piaci folyamatokba, ugyanis a koronavírus járvány miatt megmaradó halkészletekkel valamit kezdeni kellett. És így összesen körülbelül 1200 tonna országosan bent ragadt halat vásárolt meg a Akvakultúrának és a Akvakultúra Szövetségen keresztül a magyar állam, és ezt a Magyarországos Horgász Szövetségen keresztül jutta be a magyar állam kizárólagos tulajdonát képező vizekbe. A tavalyról beragadt halak telepítése a koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti korlátozások fokozatos enyhítése mellett a szabadidő sporthorgászat, a horgász versenysport, valamint a horgászturizmus újraindítását, továbbá a halfogyasztást is élénkíti. Vizzel viszonylag jól ellátott megyének számítunk, ezért itt ide körülbelül most a megyei kezelésben lévő vizeket mondom, ugyanis a Bodrog folyó is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hasznosító által van kezelve. Körülbelül egy ilyen 112 tonna hal került ki a megye nagy természetes vizeibe. De elsősorban a legjelentősebb tételek a nagy folyóvizekbe kerültek, tehát Tisza folyó például, a Bodrogot már említettem, de az összes többi folyóvíz is kapott, tehát a Túr folyók, a Szamos folyó és kisebb vizek is. Víztározók, holtágok, ami olyan jellegű vízterület, hogy biztosítani tudja ezeknek a halaknak az életfeltételeit. A MOHOSZ alelnöke hozzátette, remélik, hogy ezekből a legalább 3 éves halakból már lesznek olyanok, amelyek sikeresen tudnak szaporodni a természetes vizekben, így tovább gyarapítják a folyóink halállományát.